mostani hasúrócsot. Hát egy kicsit nem kedvez az idő most a munkánknak, de hatjuk zavartatni magukat. Annyit kell még rólunk tudni, hogy az egyesületünk Irén 40 éves, éppen ezért nem tudom, olvastátok-e vagy láttátok-e, hogy a regisztráló között pólókat sorsolunk, illetve az első osztályt regisztráló, aki itt van a helyszínen, az pedig hűtőmágnest fog kapni ajándékban. Mindjárt megérkezik a két kolléganő, náluk lehet regisztrálni, és ők fogják a hűtőmágnest is osztani. Most történik, hogy a kollégák elkezdik kenyérre letetni a hatyúkat, és első körben megpróbálják szabad kézzel befogni a hatyúkat. Ha ez nem megy, akkor utána kerülnek elő a kampók, és megpróbálják kampozni, de hanyagoljuk most, inkább a kézzel történő befogás az, amire most... Beszélhetsz arról, hogy mi történik, hogy a nap Hattyúnak nem fáj egyébként egyáltalán, tehát lehet látni, hogy rá van hajtva a lábára. Azért, ha visszahajtva az a fém rét, hogy ne akadjunk bele különböző részekbe, részvállatba, hasonlóba. Stabilan rajta is maradjon. A másik lábára, a jobb lábára fog kerülni egy színes gyűrű. Színes gyűrűből van nyakgyűrű, illetve van lábgyűrű, ugye most a lábgyűrű kerül rá. A nyakgyűrűt sokkal ritkábban helyezünk rá. Azért, mert ez nem a nyaka. Értelemszerűen a nyakgyűrű a nyakra való, a lábgyűrű pedig a lábra való. Lehetett látni, hogy valamivel belekembe, ez egy ragasztó, hogy ne is jöjjön le a lábából. Ez remélhetőleg jó pár évig lábán fog maradni. És hogyha valaki lát ilyen hattyút, mert ezt a víz alatt is meg lehet látni ezt a gyűrű számot, ami van, hogyha valaki látja, akkor megköszönjük, hogyha a helyszín és a különböző kombináció, tehát a betűszám kombinációt elküldi a madártani egyesülethez, és akkor tudjuk, hogy merre járnak a madarak, és egyébként visszajelzést is kapunk neki, ezeket az adatokat. És akkor kap egy visszajelzést, hogy ez a hattyú hol legyűrűzve, merre járt a világban eddig. Kicsit kapálódik. Érkezik a másik. Vidd el. Vidd el egy kicsit jobbra.